nem tudom elválasztani a politikát a tudósságomtól, hogyha így mondom. Ugye a magyar nép történetével foglalkozom, nép állapotával, stb. És most már ugye nyugdíjas koromban, közel a 90-hez, odá jutottam, hogy az egész magyar történelmet fölül kéne vizsgálni. Az én dédnagyanyámnak a étkészletét, hogy használjuk, kanál, villa, ez az, azon még a rajta volt Rúz Juditnak a monogramja, és a Rúz Judit az unokatestvére volt a Rúz Máriának, a beszélő édesanyjának, sőt, ez a Mária, ez a Rúz Juditéknál ott nőtt fel, ott, mint egy rokon, aki együtt volt ezzel a családdal. Úgyhogy a Petőfi iratoknak egy részét ő, apám őrizte, és adta át aztán a Petőfi Múzeumnak is. Az András Falvi család anyai és apai ágon is Erdélyből, illetve Felvidékről származott, aztán mégis Magyarországon élték le életük további hátralévő részeit. Az én édesapám az gazdaságit végzett Magyaróváron, és jogot. Így ő volt az Eszterházi uradalomnak a szolgálatában. A édesanyámnak a apja pedig műszaki ember volt, mérnök, és a műegyetemen és a műszaki főiskolán tanított. A háború végén Eszterházi Pál herceg kiment Németországba, apámra bízta, hogy gondoskodjon a kastélyról. De nem ez volt a feladata, de hát ott volt a közelben, egy majorságban, ahol laktunk, és hát ő próbálta megvédeni. És hát szemtanúja voltam annak, hogy először a németek vitték el az értékes dolgokat, de nyugtát adtak felőle, majd a háború végén visszahozzák címen, utána az oroszok. Hát apám próbált ott mindenféle parancsnokságot megkeresni, hogy megvédje a Eszterházi várnak a gyűjteményét, de nem sikerült. Mellette álltam, amikor próbálta megakadályozni azt, hogy a Haydn zenekart kidobták az ablakon és begyújtották. Égtek a csellók meg a Haydn kéziratok az udvar közepén, és fütyültek a kínai vázák az emeletről lefele, amit dobáltak, vagy kiürítették a kastélyt, hogy kórházat rendezzenek be. És apám ott próbált védekezni, minden falhoz állították, én mellett álltam, és ráfogták a fegyvert, hogy ne ugráljon itt, mert lelövik. A második világháború környékén hogyan választott pont néprajz szakot, hogy egyetemen azt tanulja? Mikor a érettségire került a sor, akkor be kellett adni 3 helyre a jelentkezést. Abban az időben ez volt a rend. Én első helyre írtam néprajz szakot, második helyre írtam magyar-román szakos tanárjelöltet, mert annak idején még középiskolás korunkban elhatároztuk, hogy hát kezünkbe vesszük az ország sorsát, és meg részek ész, létre kell hozni egy Duna konfederációt. Mert a Duna menti kis népek, a szlovákok, románok, magyarok, szerbek, horvátok, szlovének, csehek, ezek ki vannak szolgáltatva vagy a nyugati, vagy a keleti nagyhatalomnak. Össze kell fogni. Ugye Kossuthnak is volt egy ilyen elképzelése, és még korábban is voltak elképzelések, hogy egy Duna konfederációt kell létrehozni. Sikerült aztán az egyetemre bekerülni, román szakra vettek föl, de kaptam engedélyt, hogy a néprajzi órákat is látogassam. A bátyám munkaszolgálatos volt. Recsken volt be, a drót bejött. És meglátogattam. És beszélgettünk, de fél óra múlva jött az őr, és azt mondta, vége, nincs tovább. Azt mondja bátyám, hogy te a drótsövény az elég rossz, itt és itt találkozzunk. Eldugtam a biciklit az erdőbe, és beszöktem a táborba. A drótkerítésen átmásztam. És bementem a hálóterembe, 50 vagy 60 ember aludt emeletes ágyakon, és fölfeküdtem a ágyára, és beszélgettünk, és elaludtam. És reggel akartam még hajnalban elmenni, és már kezdett szürkülni, hamar fölöltöztem, hogy majd kiszökök, és megint átmászok a kerítésen.
és ezért csak berontanak az ajtón, bejön egy tiszt és ordít, hogy gyufát. Rá akar gyújtani, nem volt gyufája, és akkor 50 embert fölzavart, hogy most gyújtsák meg neki a gyufáját. Hát persze egy senki se ugrott. Én meg ott álltam már fölöltözve a érék között, a ágyak között. És begyújtunk a zsebembe, ott volt a gyufa, nem vagyok dohányos, de a sallert úgy kellett meggyújtani, a gumi kiszakadt, akkor az lehetett megragasztani. És ezt a gyufát megfogtam, és így átdobtam a ágyak fölött ennek a tisztnek. Ez elkapta, nem nézte, hogy ki dobta, rágyújtott és kiment. Hát akkor elkaptak, lehet, hogy kivégeznek. Beszökök egy titkos raktárakat építő munkaszolgálatos táborba, és ott idegen. Szóval ilyen varaságokat csináltam az életemben. És az sokszor így van, hogy na, megmered-e csinálni? Hát nem csak mondjuk ilyen vészhelyzetben, de amikor valami kritikát akarta elmondani valakinek, akkor is mindig eszembe tudom, hogy megmerem megcsinálni, érdemes-e megcsinálni, vagy nem merem megcsinálni. Az önéletrajza szerint ugye 25 éves volt, amikor 1956-ban Magyarországon kitört a forradalom. Én akkor még Szekszárdon dolgoztam, és egy szekszárdi kiállítás ügyében jártam Pesten, és közben volt 23, és akkor fönnmaradtam. És hát ott ragadtam, végigéltem a forradalmat. Az 23. estétől kezdve a rádióig, és hát jó Isten kegyelméből túléltem a 25-ét a parlament előtti vérengzést. A orosz tank mellett álltam egy pár lépésre, amikor elkezdték lőni a tömeget a Földművelési Minisztérium tetejéről, és akkor futottam, le is feküdtem, mert láttam, hogy sokan lefeküdtek, de valami azt mondta, hogy nem szabad lefeküdni, tovább futottam, és a Nádor utcai házba ugrottam, betörtem egy ablakot, és bemásztam. Akik kimaradtak, azokat kivégezték. És utána beálltam a nemzetőrségbe, hőstetteket nem tartottam végre, de több helyen szemtanúja voltam az eseményeknek. 64-ben vagy 65-ben kerültem először Nyugatra. És akkor sejtve azt, hogy itt azért én megfigyelés alatt lehetek, csak kint írtam le a moldvai magyarság helyzetéről, hogy a papokat használják fel arra, hogy románosítsanak, nem engednek magyarul énekelni a templomban, meg imádkozni, stb. És ezeket én kikerültem egy ilyen nemzetközi konferenciára Svédországba, ezt leírtam, és a koppenhágai nuncióshoz vittem el, aki magyar volt, hogy ezt szeretném a Vatikán tudomására hozni, hogy visszaélnek a keresztény hitterjesztői és papjai, és nem volt hajlandó átvenni az írást. És megadta egy müncheni címet adott, hogy annak vigyem el. De nem kérek más, csak hogy én nem tudom megcímezni Vatikánba, hogy jusson el. Nem, ő nem. És akkor adott egy címet, és amikor az Münchenbe, arrafele utaztam haza Svédországból, külön ezért, hogy ott azt a címet meg, kisült, hogy az a szabad Európa. De hát ott mindjárt összehozták a vezetőséget 4 vagy 5 emberrel, és ott előadtam, hogy Moldvában mit tapasztaltam, és itt van összeírva a leglényegesebb dolgok, és átadtam, stb. Hazajöttem, 2 hét múlva a munkahelyemen megjelent 4 ember, hogy kikérnek, a Dunántúli Tudományos Intézetben dolgoztam már akkor itt Pécset, hogy beszélgetni akarnak vele. És akkor elvittek ide a 48-as térre, ott volt az ÁVÓ. Most a rendőrség van ott. És hát tudják, hogy én külföldön, hát ez természetesen, tehát útlevélre voltam külföldön, és hát mondjam el, hogy hol jártam, és elmondtam, hogy itt is jártam, ott is jártam, minden. Akkor elvonultak egy idő után, visszajönnek, és mondják, hogy hát nagyon érdekes dolgokat mondtam, ugye nagyon feszült a nemzetközi helyzet, de ők úgy gondolják, hogy vannak még dolgok, amik érdekesek, hogy holnap
itt újra találkozunk, és akkor mondjam el azt, vagy írjam le, amit most nem mondtam el. És hát akkor, de Münchenről nem beszéltem. Mégis a szabad Európával beszéltem. Én csak nem fogom ezt elmondani. Megint kihallgattak, és megint azt mondták, hogy még mindig úgy gondolják, hogy vannak dolgok, amiket még tudok, és nem mondtam el. Még kitűztek még egy napot. És akkor tudtam, hogy ők tudják, hogy ott voltam. De nem árulják el, mert a szabad Európa legfőbb vezetői között van az áruló. Ugye? Ez óriási nemzetközi botrány lett volna. Most gondolkoztam, hogy mi lesz most, hogy akkor, ha nem mondom el, talán megúszom. Ha elmondom, akkor azt mondják, hogy én tőlem tudják ezt a dolgot, vagy mit tudom én. Szóval nagyon, nagyon nehéz volt dönteni, de akkor már ugye, hogy így mondjam, család volt, illetve kilátásban volt, hogy mit csináltak. Ezt gondoltam, nem szólok. Hát ha ők megemlítik, akkor mindegy. És nem említették meg. De egész biztos tudták. Egész biztos tudták. A magyarországi ellenzék hogyan csoportosult, hogyan lehet szétszedni? Ott volt-e ön lakiteleken, a nagy sátorba? A politizálás nem lakitelken kezdődött, mert meg volt a véleményünk, hogy mit kéne falun csinálni. Meg. Mi a helyzet falun? Hát erről írtam is tanulmányokat. Érintette a helyzet kritikáját is, ha nem is kritikai szándékkal írtam, de a helyzet jelentésben azért csak benn volt, hogy mi történik ma vidéken. Aztán így hívtak meg a lakitelekre is engem. Hát én nem kaptam katedrát a 80-as években, nem. Meghívtak előadóként Pestre is, akkor még a főiskolán is néprajzról tartottam előadást, a Gergely János hívott meg a Újvári Jenő, ilyen népművelőszakban. Tehát akkor még nem volt tanszéke a néprajznak itt. Hogyan kezdték el a pécsi párt fölépítését a Magyar Demokrata Fórumnál? Az értelmiségi klubban együtt voltunk azok, akik már nyíltan nem MDF-esek voltak, hanem SZDSZ-esek voltak. És nagyon érdekes volt, ezt az SZDSZ-esek maguk vallották, és azok az interjúk, amit készítettél, abban is elhangzik, hogy azért lett SZDSZ-es, mert azt tartották legradikálisabbnak. Radikálisabbnak, hogy az MDF az langyosabb, az nem olyan határozott. 1989. március 14-én este Pécsett a 48-as térén öntartott beszédet. Mi volt ennek a háttértörténete? Hát elvállaltam. Nem, addig nem szerepeltem ilyen nagyobb rendezvényeken egyáltalán. Én határozottan nem tudom elmondani, hogy hogyan készültem fel rá. A fő mondanom az lett volna, amit a Mincetek templomában is, hogy ha összefogunk, akkor nincs lehetetlen. De próbáljunk lemondani a saját külön kívánságainkról és a nemzet ügyét előtérbe helyezni. Szóval azt éreztem, és ezt őszintén mondtam, hogy ha összefogásban, akkor legyőzhetetlenek vagyunk. Szóval nem voltam én teljes erőben akkor, még mondom, operáció után, nem, a kórházból jöttem ki előtte való nap. Nem akarom azt állítani, hogy én túl merész vagyok, de dolgokat, van egy furcsa sajátságom volt, hogy fölmerült mindig az, hogy na, megmered ezt csinálni? És akkor megmertem csinálni. Pécs keleten Acél György volt a jelölt. És én is elvállaltam, hogy megyek meggyőzni az embereket, hogy vissza kell hívni Acél Györgyöt. Mert útjába áll annak a demokratikus átalakulásnak, ami mindenki óhajt. És én is vállaltam, hogy mentem házról házra, és beszéltem, hogy önöknek Acél György a jelöltjük, nem gondolnák visszavonni, és azt hiszem, aláírásokat gyűjtöttünk, és az ezekbe bekapcsolódtam. 1990. május 3-án a parlament megalakult, majd 20 nap múlva önt miniszterré választották meg. Mi történt a két időszak között? Én az egészről úgy értesültem, hogy telefonon fölhívott Antal, és azt mondta, hogy mint téged jelöltünk miniszternek. És én teljes meglepődtem, és mondom, a fiaimnak mondom, hogy mi van. Én ezt már hallottuk, mondják ők.
Én most hallom először. Egy nap, gondolkodási időt kértem, hogy tényleg meggondoljam ezt a dolgot. Antal azt válaszolta, hogy ha elvállom, ha nem vállom el, ez már a te felelősséged. És akkor úgy gondoltam, hogy hát akkor elvállalom. Tehát így, én nem törtem rá, eszembe se jutott. Örültem, hogy idáig eljutottunk. Csak hát féltem attól, hogy meg tudok-e felelni ennek a feladatnak. Mert nem készültem rá, viszont elképzeléseim voltak. Ezt én előtte is már több évvel előtt, hogy megfogalmaztam, nem mint miniszter, hanem hogy mit kéne csinálni a magyar közoktatásban, mit kéne csinálni a magyar népi kultúrával, hogyan lehetne a falun változtatni. Ezek foglalkoztattak engem is. És erről én beszéltem. Én azért úgy éreztem, hogy amit én akarok, az jó. És hogy bocsánat, hogy így mondom, de én értek is hozzá, mert nem a íróasztal mellől, vagy valahol zárt szobából agyaltam ki a dolgokat. Én járom az országot, én rengeteget voltam terepen. Én rengeteget gyűjtöttem. Hát az én munkásságom az mind elsődleges gyűjtésből származik, hiszen nem 10 könyvből írtam egy 11-et, hanem mindent magam kapartam ki. Tehát én ismertem ezt az országot, és ismerem, néha túlságosan is ismerem, és az nagyon is bánt, hogy nem tudok változtatni rajta. Az első miniszteri útja 2 nappal a beiktatása után Stuttgartba vezette, ahol Baden-Württemberg tartomány miniszterelnökével, Lothar Späthtel, a Magyar Kulturális Intézetet avatták föl. Jó érzéssel töltött el, hogy megbecsültek, szóval, hogy különösen azért, mert aztán én, hát nem is kifogástalanul, de németül tudtam velük tárgyalni, nem kellett tolmács egyáltalán. Volt egy minisztéri, milyen lehetne, székfoglaló előadás, vagy nem tudom mi, és ez volt a lényeg, hogy egy kényszer ideológiának van vége. Ezt nem fogja egy más ideológia fölváltani, hanem mindenki azt beszélje, azt tanítsa, azt mondja, amiben hisz, és ezért nem kell félni attól, hogy most jön egy keresztény kurzus, mert a marxistákat kidobjuk. Senki se mondja más, csak amit hisz. Mert a tanuló azt tudja és megérzi, ha nem is tudja megfogalmazni, hogy az a tanár az azt mondja, amit hisz, vagy azt, amit mondania kell. És még ezt sem mondtam el, már tüntettek, hogy mikor mondok le, és a többi. Szóval nagyon kész séma volt, hogy engem el kell tenni az útból. És ebben a legkíméletlenebb a Magyar Narancs volt, és a Kiszó, vagy a Fidesz volt. És mikor ugye lemondattak, illetve hát fölmentettek, akkor volt egy ilyen búcsú beszédem, amit megvan, kikértem, amiben elmondtam, hogy a parlamentben. De megkaptam a parlamenttől ezt az írást. Sajnos ő is használták, mert abba kritizáltam az Orbánt is. És akkor ezt felhasználták, hogy Orbán ellen már én felszólhatom, pedig aztán Orbán mellett én próbáltam agitálni, mikor választások voltak. Én azt mondtam, hogy az nem parlament, hogy itt érkezünk és nem vitatkozunk. És ez máig is ezt vallom, hogy most is a választások előtt ítéletet mondunk, nem vitatkozunk, ítéleteket mondunk. Te ez voltál, mert 20 éve előtt ezt mondtad, és ilyen gazember vagy, még olyan gazember. És a parlamenten nem fér össze az, hogy a másiknak a meggyőződését és hitét gunyoljuk, mint ahogy ha valaki a keresztény demokratáknál Istent emlegette, akkor Orbán Viktor elkiáltotta magát, hogy na, fiúk, imához, és hogyha valaki hazát emlegetett, na, énekeljük el a himnuszt. Ez nem illő egy parlamenthez, és ez nem viszi előre a dolgot. És remélem, hogy ez meg fog változni, és a parlament a politikai viták szintere lesz, és nem a minősítéseknek. Óriási tapsot kaptam.
De aztán, amikor Orbán melletti kiálltam, mert az írabásokkal összehasonlítva nem volt jobb megoldás, akkor találkoztam vele a Ciszter gimnáziumban. Még nem is szálltottunk szót, mert azóta, hogy én leköszöntem, vagy kikerültem, nem is találkoztam vele. Az ugyan nem volt azért egészen igazad, mondja nekem. És tudtam, hogy miről van szó. Miért nem? Mert te így mondtad a magyar nyelv törvényei szerint, hogy ha ezt mondod, hogy amikor egy keresztény demokrata Istent emleget, akkor Orbán Viktor hátraordít, hogy imához. Ez azt jelenti, hogy ahányszor, pedig ez csak egyszer volt. Csak úgy, hogy a másikra is, hogy énekeljük el a himnuszt, hogy ez egyszer-egyszer volt. Tehát én nem voltam igazságos, mikor azt mondtam, amikor. Hát így is lehet értelmezni. Milyen volt a viszonya Antal József néhai miniszterelnökkel? Én nem tartoztam a belső magjához, az MDF, budapesti belső magjához. Jobban voltam Lezsákkal, Bíró Zoltánnal, egyebek. De nem tartoztam a vezetőséghez, hogy így mondjam. De azt éreztem, hogy az MDF megalakulás, különösen azután, hogy már Antalt fölkérték, már közvetlen választások előtt, hogy ott legalább három irányzat van. És én nem az Antal irányzathoz tartozom, hanem inkább ahhoz, amelyik a népieket képviselte. Antalnak a művelődési miniszteri jelöltje a Katona Tamás volt. Évfolyamtársak voltak, meg én is évfolyamtársa voltam az Antalnak. És ő mondta azt, hogy valamilyen interjú, hogy ő volt a jelöltje, de hát az András Ravit benyomta a három Csé, Csengei, Csurka, Csóri. És ez végig ez a feszültség megmaradt a Antal és én közöttem. Tehát ő nevezte ki a helyetteseimet, és néha megbízta olyan dolgokkal, amiről nekem nem volt tudomásom. És ezek most derülnek ki, mostanában. De akkor többször össze zördültünk, hogy így mondjam, hogy valamit csinált a tudtom nélkül az én nevembe, vagy az én kompetenciámba tartozó területen. Viszont fölülbírálta azt, amit én csináltam. Csak egyet, hogy például az akadémia ügye. Az akadémiában érettségi nélküli pártemberek is akadémikusok lettek. A szocializmus idején Ortutai meg Tálasi volt két etnográfus professzor a Magyar Egyetemen, a néprajzot tanított. Tudom, hogy őket is megkérdezték, pedig szocializmusban éltek, ugye, hogy a Finországban, Jyväskylében kinevezik a professzort, hogy mi a véleményük. Na, én ezt akartam megcsinálni, és erre a Bakos István nevű ilyen osztályvezető helyettes volt, vagy osztályvezető, és gondolkozásban nagyon közel állt hozzám, hogy ő szervezze meg ezt, és fölkértünk egyetemi tanárokat egész Európából, Luxemburgtól, Angliáig, és stb. Egy bizottság, aki kidolgoz egy akadémiai törvényt, és egy szakmai fölülvizsgálatát elrendezi az akadémikusoknak. Tehát nem egy politikai üldözés lett volna, politikai számonkérés, hanem egy szakmai fölülvizsgálat annak, hogy ki lehet akadémikus, ki beszélhet, mint akadémikus. És Antal ezt megakadályozta. És behívott magához, és mondta, hogy ezt én nem csináltam. És miért nem csinálhatom? Mert nem csinálhatom. De hát mondjam, hát ez egy európai gyakorlat. Ez egy európai gyakorlat. Ez nem egy boszorkányüldözés. Ez nem én találtam ki. Ezt akarom bevezetni, az európai gyakorlatot. Nem lehet megcsinálni. És még azt mondta, nincs benne a paktumban. És kész, be van intézve. Szóval nem engem. És állandóan azt hangsúlyozta, hogy nincs felelős miniszter, csak felelős miniszterelnök van. Tehát az miniszterek tetteiért, az egész politikájáért a miniszterelnök felel. És ezért az ő kötelessége, hogy olyasokat megakadályozzon, amelyik az országnak is. Szóval így magyarázta ezt a dolgot. És így több dologba szembe kerültünk egymással.
Egy állás volt, amit nem én bontottam föl, az a miniszterség volt, mert Antal jó mondott föl nekem, és hiába mondta, hogy mondjam azt, hogy én lemondok, hogy az elegánsabb, mondom, nem, én nem vállaltam, nem jelentkeztem erre, elvállaltam, de én nem mondok le. Mennyire volt teljes az, amit miniszterként szeretett volna megvalósítani? Hát semmit sem tudtam elérni abból, amit elhatároztam, amit megfogalmaztam, amit kidolgoztattam. Semmit. Se a közoktatási törvényt, se a főiskolai, se az akadémiai törvényt, stb. Hát az akadémia elátkozott, Kosári Domokos volt az elnök, ugye. Ő nem volt kommunista, de az ő ideje alatt lett például a Kapoli, meg ezek is akadémikusok. És így nyilatkoztak a vízkérdésre, amikor elment a hévízi gyógyvíz, mert a bauxitbánya mélyebb lett és elvitte azért. És akkor mondta, hogy nem igaz. Ő akadémikus, ő tudja, hogy ez nem így van, és a többi. Hát szörnyű károkat tettek ezek az emberek az a címen, hogy ők a tudomány emberei, holott még mondom, még érettségük se volt talán. Most 88 esztendős korában, tulajdonképpen nyáron hosszú hetényben egy családi házban él, télen pedig egy másfél szobás panelházban Pécs városában. Mind dolgozik? Tulajdonképpen azt, amit az első pillanattól kezdve kezdtem csinálni, hogy a magyar nép történetét nem jól ismerjük, és nagyon sok olyan dolgot, idézőjelben, fedeztem fel, amit a magyar történetírás vagy nem ismer, vagy meghazudtol, vagy elhallgat. És ezek nélkül a magyar történelmet nem fogjuk igazán megérteni. Se a korai történelmet, se a mostanit. Én a miniszterségben nem kaptam több fizetést, mint múzeumi osztályvezető. Tehát később mentek fel ezek a dolgok. És mikor engem nyugdíjaztak, akkor 60 ezer forinttal mentem nyugdíjba. Mert én engem nyugdíjazott Antal. De aztán a nyugdíj mellett én még dolgozhattam a egyetemen. És így van nekem 230, nem tudom ennyi nyugdíjam. De most én nem panaszkodhatok. Nem panaszkodhatok, mert az akadémia, művészeti akadémia. Két éve, most a három éve beválasztott. És az többet ad, mint a nyugdíj. Tehát csak meg én nézek az országba, én panaszkodjak, amikor a feleségemnek 70 ezer forint a nyugdíja. Pedig dolgozott. Csak aztán ki kellett állni, mert három gyereket nevelt, meg a húgát ápolta, meg az anyját is. Tehát elég sok kimaradt, de 70 ezer forint. Egy tervezőirodában dolgozott, mint műszaki, statikus szerkesztő és rajzoló. Tehát nem akármit dolgozott. Hát sok mindent nem értem el. Mint miniszterségemből semmi se valósult meg. Valamiket más néven, más olyan megcsináltak, de amit akkor akartam és amit elképzeltem, az én időmben nem valósult meg.